Bátaszék sportjában két egyesület működése, a karatézóké és az úszóké mindig a figyelem középpontjában van, hiszen előbbi sportág versenyzői nemzetközi szinten is bizonyították már több ízben tehetségüket és erejüket a korosztályos viadalokon, utóbbiak pedig az utánpótlás területén nyújtanak jó, sok esetben országosan is odafigyelésre érdemes teljesítményt. A pandémia az úszókat viselte meg jobban, hiszen nem volt lehetőségük a vizes edzésekre, miközben a karatékák gyakorlatilag folyamatosan tudtak dolgozni. Ennek megfelelően Nagy Ákos vezetőedzőnek, aki mindkét sportág felelőse a felkészítésben, más feladatokkal és nehézségekkel kell megbirkóznia a következő hetekben. A karatésok szempontjából én azt mondom, hogy nagyon jól sikerült adaptálni a körülményeket, és időbe versenyengedélyt rendeltünk gyakorlatilag mindenkinek, hogy a törvényi szabályoknak egyrészt megfeleljünk, másrésztről Bátaszék városa is nagyon pozitívan állt a városvezetés a mi munkánkhoz. Úgyhogy én azt mondom, hogy egy-egy hetet leszámítva, amikor karanténban voltunk és kényszer szünetben voltunk, azon kívül egyébként 2020 márciusa óta én azt mondom, hogy majdhogy nem töretlenül folyt a munka a csapatban. Versenyzés terén olyan felemás volt az év, mert nyilván amikor a kormányzati lehetőség megengedték, hogy bizonyos zárt kapus versenyek mehessenek, akkor mi mentünk és éltünk a éppen adott lehetőséggel. Abban a pillanatban, amikor bezártak a versenyek, akkor pedig próbáltunk olyan szemináriumokat és programokat szervezni más klubokkal közösen, ami nyilván zárt kapus volt, kis létszámú, de mégis lehetőséget biztosítottak a versenyzőink számára, hogy a fejlődés, a munka töretlen legyen. Úgyhogy én azt mondom, hogy a karatésok szempontjából ez a lehetőségekhez mérten nagyon jól alakult. A versenyzés területén is egész kiváló teljesítményeket, eredményeket hoztunk, hiszen a Magyar Karate Ligába, ami egy 30 klubos, úgy mondom, hogy a karate elit versenyzet, ott benne voltunk, a negyedikek lettünk, tehát éppen csak lecsúsztunk a dobogóról, olyan csapatok előztek meg bennünket, mint az MTK, az UTE, a KSI, tehát tényleg a nagy budapesti klubok tudtak csak előttünk végezni. Volt egy nyílt bajnokság, ahol a harmadik helyen végeztünk, és ott volt a magyar karate elit, és most a VKF magyar bajnokságon, ami egy ilyen tipikus ilyen ranglista verseny, ott is a legjobb 10-be ért a csapatunk, úgyhogy én azt mondom, hogy versenyzés területén is egész kiválóan zárult ez az év, és bizakodóak vagyunk, pont most folytatjuk a levelezést a macedónokkal, hogy lesz-e októberben stílus Európa bajnokság, ők kértek az országoktól egy állásfoglalást. Mi természetesen ezt pozitívan szeretnénk megerősíteni, szeretnénk, hogyha ha menne a program. Ennek sikere érdekében augusztustól megkezdődik a felkészülés a következő idényre. Az úszók tekintetében már korántsem ilyen jó a helyzet, hiszen az úszoda felújítása is hátráltatta a munkát, aztán pedig a pandémia miatt nem lehetett érdemi felkészülést folytatni. A víz nélkül úszni kihívás, ahogy mondod, viszont azért próbáltunk olyan körülményeket teremteni, hogy a csapat ne essen szét. Nyilván azok, akik nagyon vízhez kötöttek, és akik nagyon ehhez kötik a magát az edzést, azokat nehéz volt megnyerni, de akik a közösség, a mozgás is mint opciót tartják, azokkal azért tudtunk dolgozni, tehát egy ilyen közel 30 fős csapatlétszámot meg tudtunk tartani. Szárazföldi edzéseket tartunk, ahol nyilván van kondicionális, van testnevelési játékokra épülő edzésünk, de azt kell mondanom, hogy együtt van a csapat, és talán ebben a helyzetben az, ami a legfontosabb, hogy ne essen szét a csapat, és velük siklósra fogunk menni. Hát most azt mondjuk, hogy nem úszni fogunk, hanem uszikálni, nyilván, mert ezek a srácok november óta nem voltak vízbe, úgyhogy
tényleg csak egy ilyen felvezető jellegű program és edzőtábor keretében fogunk együtt dolgozni Siklóson egy hetet. Most fogunk menni egyébként június 13-án, aztán majd meglátjuk, úgy néz ki, hogy július 1-től kinyit a bátaszéki uszoda, megkezdjük az utánpótlást egy picit felzárkóztatni, újból megszólítani, és hogyha lesz időnk, kapacitásunk, humán erőforrásunk, akkor augusztusban elkezdünk az úszókkal egy ilyen felvezető edzés sorozatot, amire majd a szeptemberben lehet építeni.